Az európai intézményeket sújtó korrupciós botránya Katargate miatt ismét előtérbe került az európai parlamenti képviselők fizetésének kérdése. A fizetések és juttatások nyilvánosak és megtekinthetők az Európai Parlament hivatalos honlapján. Az EP képviselők bére azonos valamivel bruttó 9400 euró alatt, nettóban pedig körülbelül 7300 euró. Ezt követően minden ország további adót vet ki, ezért az európai parlamenti képviselők nettó bére országonként eltérő. És ott vannak még a különböző juttatások. A brüsszeli vagy strasbourgi munkába járás utazási költségeinek megtérítésén túl az EP képviselőknek a saját országukon kívüli tevékenységekre is jár költségtérintés. Évente maximum mintegy 4700 euró. A szállásköltségek napidíja minden egyes Brüsszelben vagy Strasbourgban töltött hivatalos nap után 338 euró. Az irodai költségek, bérleti díj, számítógépek, telefonok és egyéb eszközök után járó juttatás közel 4800 euró. Az EP képviselők hivatali idejük lejártával átmeneti juttatást kapnak, amely minden egyes év után egy havi fizetésüknek felel meg, legfeljebb két éven át. Végül az EP képviselőknek havonta közel 27 ezer euró áll rendelkezésükre, hogy személyi asszisztenseket alkalmazhassanak. Ezt az összeget nem közvetlenül nekik fizetik ki.